kedves opera és balett rajongók. Egy ilyen újévi köszöntés egy szilveszternek a szájából kicsit ilyen óévízű lehet, vagy utószilveszteri hangulatú, pedig lenne komoly mondandóm is. Az elmúlt 5 esztendőt remélem önökkel együtt emelkedésként élhettük meg. 12-től fogva egészen mostanáig az erke kinyitásával, a repertoár lecserélésével, megnövelt előadásszámmal és egy csomó újszerű programmal, új énekesek, új táncosok igénybevételével emelkedhettünk, és most olyan pontra érkezhettünk el, ahol viszont egy nem csak szépségekkel, hanem nehézséggel teli év is következik. Be kell zárnunk ezt a szép operaházat, hogy gyorsan korszerűsíthessük, és meg kell építenünk mellette párhuzamosan azt a nagy háttérintézményünket, az Eiffel Műhelyházat, amelytől szintén rengeteget remélünk az itteni művészi munka javulását és a munkák szervezésének is a magasabb minőségét. És ennek kapcsán gondolom igaz lesz a mondás az önök életére is. Kérem, hogy ezt valamennyien fogadjuk meg, én is, önök is. Széchenyi István mondása szerint a lábunk elég ördített nehézségekből a legkiválóbb lépcsőt építhetjük. Ennek a reményében és ebben őszintén mélyen bízva kívánom önöknek, hogy a 17-es évük legyen egészséggel és szerencsével, munkával és örömmel is teli.